katolikus mise, madár támadt a kerékpárosra, hőségben is sütik a kenyeret, újra megjelent a szamár köhögés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2024. július 23-án 18 óra 5 perckor. Misére várták a híveket a katolikus templomba Karcagon. Kedves Zoltán atya! A hívek, valamint az egyházközség képviselőtestülete nevében szeretettel és nagyra becsüléssel köszöntelek papszentelésed 25. évfordulója alkalmából. Mindannyian egyhangúan tiszteletteljes köszöntésünket mondjunk, és hálánkat fejezzük ki szolgálatodért és lelkipásztori odaadásodért. Ez a mai ünnep elsősorban a hálaadásról szól. Hála jóságos Istenünknek, hogy kiválasztott, meghívott és megajándékozott téged a papi hivatás kegyelmével. Hála és köszönet neked, hogy középiskolai tanulmányaidat befejezve, Isten számára, Isten hívó szavára azt mondtad, hogy úgy legyen. A teológiai tanulmányok befejezése után 1999. július 19-én Seregei István az Egri Főegyházmegye akkori érseke pappá szentelt. Ekkor kaptál a Jóistentől életre szóló megbízatást a mindennapi szent mise áldozat bemutatására, Isten igéjének hirdetésére, a szentsége kiszolgáltatására és arra, hogy mindezeken keresztül Jézus útján vezest Isten rád bízott népét. A felszentelést követően Jászárok szálláson szolgáltál káplánként, majd következett Ózd, 2000-től Mezőkövest, Jézus szíve plébánia, 2001-től Jászberi, Nagyboldogasszony plébánia, majd 2003-tól Sátoraljaújhely. Ezt követően 2004-től plébánosként szolgáltál Homorokban. És akkor 2023-tól következett a számunkra is izgalmas történet, mert ekkor érkeztél Karcagra, a Szent István király plébániára, hogy egyrészt lelki vezetője legyél a város romai katolikus lakosságának, másrészt pedig azért, hogy nagyon komoly missziós tevékenységet folytathass. Az itt töltött, ugyan még nem hosszú idő alatt a hívők mégis, a hívők közösségén túl mégis mindenki, aki megismert, megtapasztalhatta, hogy egy rendkívüli, nem mindennapi ember és pap vagy. Jelenléted, cselekedeteid, a híveidért, az egyházközségért és a városért tett áldozatvállalásai alapján egy a tevékeny szeretetben önmagát és mindannyiunkat gazdagító lelki atyát ismerhettünk meg. Székkorodtól hallottam gyakran, mert akinek nincs istene, embernek se számít. Igazat kell, hogy adjak nekik, különösen a te áldozatos, szenvedélyes hited áradása során meggyőző prédikációit hallva. Hálát érezni és köszönetet mondani tehát részünkről kevés. Megőrizni és továbbadni lelked lángját, összetartani, a keresztény magatartást gyakorolni és tovább küzdeni veled, ez talán már a törlesztés kezdete lehetne. Kedves Zoltán atya, e különös alkalommal azt kívánjuk neked, hogy kezed ne fáradjon bele a kenyérosztásba, ajkad az ige hirdetésbe, szíved Isten és emberek szeretetébe. A Jóisten éltessen és tartson meg köztünk egészségben, erőben, frissességben és szenvedélyességben még számos éven át. Ehhez kérjük és kívánjuk számodra a Jóisten bőséges áldását papi életed mindennapjára. És kérünk, fogadd el egyházközségünk ajándékát, az almát, a kelyhet és a paténát, valamint egy üdvözlőlapot is.
Nagyon köszönöm mindenkinek, mindenek előtt a mindenható Istennek, hogy megérettem ezt a napot, hogy kegyelme megtartott eddig az ő szolgálatában. Köszönöm az együtt ünneplést, köszönöm Balázs atyának a gondolatait, mindig mondanám, hogy órákig hallgatnánk, hiszen minden szava, amit mond, üzenet értékű és elgondolkodható számunkra. Köszönöm mindenkinek, aki együtt ünnepelt velem. Köszönöm az énekkor szolgálatát. Köszönöm az úgynevezett operatív törzsnek a munkáját, Rémusszal az élen, akik mindent megtettek, hogy ez a mai ünnep így ilyen ünnepélyes legyen. Az egerészői valószínűleg a fiókáit próbálta védeni mezőtúron, amikor rátámadt a kerékpárosra. Én erről jöttem kerékpárral, és körülbelül itt voltam ezen a helyen, a sapka fejemen volt, és kerékpáron ültem, amikor történt ez a leverés. Mezőtúról két pól felé kerékpározott az a férfi, akinek egy madár lekapta a fejéről a sapkát. A 7-8-as kilométerkő között egy fákkal sűrűn szegélyezett útszakaszon haladt, amikor ez a váratlan dolog történt. Én 25 éve állandóan ezen az úton járok, mert a földjeim itt vannak a közelbe, bérbe vannak adva, de azért ellenőrzöm és nézem, hogy a úriemberek, akik művelik, mit csinálnak. És ez egy nyugodt, kiegyensúlyozott kis szakasz, mezőtúrtól csendes, itt szinte alig van közlekedés, nagyon ritkán megy el egy-egy autó, vagy kerékpárosok szoktak eljönni, és én mindig ebbe a sárga sapkába, meg sárga mellénnyel utazok, mert ugye ezen a 45 kilométeres úton, amit megteszek, ez a fele az kőúton megy, másik fele pedig földúton, rengeteg állattal szoktam találkozni, és most is, amikor így nyugodtan jövök, egyszer csak egy borzalmas rossz érzés, és mind így fejem tetején, mintha egy taslit kaptam volna, és egyszer csak lerepül a sapkám, én majdnem beleesik itt a másik oldalon a gazosba, és akkor még nem volt ez itt levágva, ez most volt különben egy hete az egész történet, és azt láttam, hogy egy nagy madár, egy nagy egerész őv, hát ugye ismerem az állatokat, egerész őv megtámadott. Annyira megijedt, hogy majdnem elesett a biciklivel. Ezt követően a madár még többször is felé támadott. 6-szor támadott nekem, mindig nekem akart jönni, de ha szembefordulok vele, akkor fölmegy a fejem fölött, és hátulul akar jönni. De akkor megint hátrafordulok, tehát 6-szor játszottuk ezt egymással el, és persze természetesen húzódtam kifelé, és ilyen csúnya, víjogó hangot adott, úgyhogy megmondom őszintén, nem vagyok egy ijedős ember, de amikor leverték a sapkát a fejemről, én nagyon megijedtem, és majdnem fölborultam a biciklivel. Na, itt látható ez a madár, ez egy barna, barna színű madár, és nem látszik így se a képen, hogy milyen nagy a szány távolsága, fesztávolsága, de komolyan mondom, hogy én megdöbbentem, hogy milyen szélesre tudja tárni a szárnyait, és ijesztő volt, na, szóval ijesztő volt ez a madár. Hát elég erős kampós csőre van neki, és azt már többször láttam, mikor az egeret elkapja és lecsap a szántóföldön az egérre, vagy a patkányra. A férfi, ahogy elmondta, arra gondolt, hogy biztosan a rigítósága mellénye és sapkája engerelte az állatot. És akkor az is eszébe jutott, hogy 2 évvel ezelőtt ugyanazon a szakaszon hasonló eset történt vele. A szakirodalmak szerint akkor viselkedhetnek furcsán a madarak, ha fiókáikat védik. A szülőmadár a fióka védelme érdekében megpróbálja minél előbb a fészektől távolabb terelni, vagy elijeszteni az arra gyalogosan, illetve kerékpárral közlekedőket. A hőségben, aki teheti, árnyékba, hűvös helyiségbe menekül. De vannak jó néhányan, akiknek ez nem adatik meg. Például, akik aszfaltoznak, vagy éppen kenyeret sütnek. Nekik a forrósággal megküzdeni munkaköri kötelességük. Sül a kenyér. Az alapvető élelmiszer elkészítése még télen is meleg körülmények között történik. A technológia miatt ez másként nem is lehetséges. A kemence 240 fokos, közvetlenül mellette pedig ritkán csökken 40 fok alá a hőmérséklet. Mindig meleg van. Hát itt nyáron egy kicsivel melegebb, ilyenkor egy kicsivel több folyadék fogy, a pihenőidő is kicsivel több szokott lenni, illetve
légkondicionált helységekbe tudnak egy kicsit regenerálódni a szünetekbe. Az éjszakai műszakban sincs hűvös, hiszen a kemence ekkor is üzemi hőmérsékleten működik. Nagy meleget megszokni nem lehet, csak elviselni. Úgy lehet elviselni a kemence mellett a nagy hűséget, hogy a mindennapi napi bevitelő folyadékot azt bevisszük. A hűtőben van hűtött szódavíz, végül sásványvíz. És még úgy szoktunk védekezni a hőség ellen, hogy hátul a lisztraktárolik és légkondicionált a helység, és ott szoktunk minden órában 10 percenként 10 percet pihenni végül és hűsülni. Nem a kemence mellett a legnagyobb a forróság. A meleg levegő fölfelé száll, így a keresztőgép tetején akár 50 fok is lehet. Akinek ott kell dolgoznia például egy meghibásodás állítása miatt, akár csak pár percet is, nagyon könnyen megtapasztalja, hogy rövid idő alatt is rengeteg folyadékot képes veszíteni a szervezet. Ezt a veszteséget pedig nagyon rövid idő alatt pótolni kell. Európában újra megjelent a szamárköhögés. Bár a fertőzések száma elenyésző, a betegséget terjesztő baktérium nagyon agresszív. Ugyan semmi jele annak, hogy Magyarországon is kimutatták volna, mégis előfordulhat, hogy több évtized után újra megjelenik. Zombi felső középső egyharmadának határában, izomban adjú, és kész is vagyunk. Néhány napos kisbabák oltása zajlik ebben a rendelőben. A 2, 3 és 4 hónapos babák kötelező kombinált, vagyis betegség ellen is védelmet nyújtó oltást kapnak. Az oltóanyag keverék tartalmazza a szamárköhögésért felelős baktérium elleni oltást is. Ez egy WHO által meghatározott védőoltás, amely Európában oltandó. A szamárköhögés régen nagyon súlyos betegség volt, szerencsére a védőoltással meg tudtuk előzni ennek az előfordulását. A szamárköhögés az egy életet veszélyeztető betegség, ami tulajdonképpen csak egy náltás influenzás tünetekkel tud kezdődni, nem is igazán feltűnő tünetekkel, orrfolyással, könnyezéssel, és aztán körülbelül egy 2 hét múlva jön igazán a nehéz légzés, ami egészen a teljes légzésdepresszióig, akár tulajdonképpen a belégzés nehezítettsége, illetve képtelenségét okozhatja. Magyarországon 1954 óta a kötelező védőoltások között szerepel a szamárköhögést okozó baktérium elleni oltás, amely amellett, hogy kötelező, ingyenes is. A szamárköhögés hazánkban évtizedek óta nincs jelen, de néhány hete Európában újra megjelent. A bakteriális fertőzésnek leginkább kitett korcsoport a csecsemőké, valamint az 1954 előtt születettek, akik még nem kapták meg kisgyermekkorukban az oltást. Egy nagyon veszélyes megbetegedés, és emiatt szerettük volna, hogy vagy fogadjuk el ezt a kötelező védőoltást, hogy nehogy megbetegedjen. Évről évre előfordul, hogy néhány szülő megtagadja a kötelező védőoltást. A házi orvosok az oltások okán nagyon komoly protokollt kénytelenek követni. Jelentési kötelezettségük van az oltást megtagadókkal szemben. Ha egy szülő úgy dönt, hogy nem kérde a kötelező oltást, úgy a közegészségügyi hatóság jár el vele szemben. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Találkozzunk szerdán is, viszontlátásra!